Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a bevezetés a programozásba tárgyat. Szombatról elmaradt egy pár dolog, ezeket fogjuk most pótolni. Alapvetően jól állunk, nagyon sok dolgunk nincsen, de azért fontos dolgokra még mindenképp ki szeretnék térni. Úgyhogy ez lesz a mai program. Kezdjünk bele, pontosabban folytassuk. És itt hagytuk abba, hogy a referenciáról beszélgettünk, úgyhogy ide szúrnék be még pár gondolatot, illetve még pár ilyen kis példát megnéznénk, hogy picit jobban elmélyítsük a dolgot, meg hát példákat nézni sose árt, úgyhogy tényleg itt tartottunk, ugye, hogy mi is ez a referencia, és hogy tulajdonképpen úgy gondoljunk rá, mint hogy egy alternatív név ugyanarra az objektumra. Jó, tehát ugye itt, hogy deklaráltuk itt ráállítottunk egy R nevű referenciát, az ugyanaz az objektum, csak más a neve. Tehát más néven tudunk ugyanarra az objektumra hivatkozni, hogy pontos legyek. És akkor itt volt ugye ilyen sima referencia, volt konstans referencia, ugye a konstans referencián keresztül nem tudjuk módosítani az objektum értékét, de egyébként lekérdezni le tudjuk, hogy milyen érték van abban az objektumban. Jó? Okés. Na, és akkor ennek kapcsán mutatnék meg egy kis extra dolgot, pontosabban egy plusz kis forráskódot, ugyanis jó lenne, hogyha még egy oldalról meg tudnánk világítani ezt a dolgot, úgyhogy én ide ezt most elmentem, és hát legyen ez most ilyen range, ez a neve, hogy range for, ugyanis erre fogunk most ránézni, és tulajdonképpen az lesz, hogy ide írunk egy csomó ilyen range for loopot, tehát gyakorlatilag for ciklust, és akkor ebbe fogjuk megnézni, hogy mi is a különbség a referencia meg a érték szerinti használat között. Úgyhogy akkor készítsük ide egy vektort, aminek tulajdonképpen annyi lesz, hogy kiírjuk az elemeit. Hogy is van? Nem így van. Így akarom. Jó. Tehát ezzel a inicializáló listás konstruktorral. Hát, nehogy elhibázzam. Jó. Tehát itt van egy ilyen 8 elemű kis vektorunk, aminek az értékét akarjuk kiírni. Na most nézzük meg az első esetet. Hát, most a sima... Hát, na jó, akkor nézzük meg ezt, ugye ez a sima... sima for ciklus. Ugye ebbe semmi izgalom nincs. Ugye simán csak kiírjuk a VI-edik elemét. Igyekszem nem elrontani. Ugye ez a szokott sima for ciklus, semmi különös. Itt igazából a referenciák nem is nagyon játszanak most nekünk szerepet. Jó, hát simán kiírjuk az értékeit. Rendben van. Na de nézzük meg akkor ezt a range for loopot, és akkor ugye alapvetően ez a dolog, ez így működne. És akkor itt kiírjuk ugye az i elemet. Jó, hát ez várhatóan ugyanazt fogja csinálni, mint az előző. Így van, hát 1-től 8-ig kírja. Rakunk bele ide egy kis hibakövetést. Legyen ez a range for value. Ugyanis itt ugye, majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi is történik és hogyan is működik ez. De akkor nézzük meg újra, csak hogy hibát ne tegyünk bele. Jó, rendben van. Na, hogyan működik a range for ciklus? Ugye van a vektorunk, és minden egyes elemén szépen megyünk végig, és egyesével lépésenként bemásoljuk ebbe az i változóba a vektor éppen aktuális elemét, tehát hogy szépen megyünk egyesével. És utána itt a cikluson belül pedig itt már tudjuk használni, és itt kiírjuk itt. Na most ugye ez annyiban különbözik, hogy itt van valamilyen léptetés, meg ilyesmi, ez alapvetően ész nélkül végigmegy a vektor, vagy adott
tároló konténernek az összes elemén, nem csak vektorra működik ez, majd megnézzük a listákat, meg ezt, azt, azt, más dolgokat is, egyelőre vektorban vagyunk. Tehát a vektornak szépen végigmegy minden egyes elemén, szépen lépésenként az adott aktuális elemet bemásolja ebbe az i-be, majd kiírja az értéket. Jó. Hát semmi különös. Ugye látjuk, hogy itt ugye semmi különös nincs, tehát ez egy sima integer objektum. Jó. Na de ezzel szemben nézzük meg akkor, mi van, hogyha referenciánk van, hogy mi történik. Jó, és akkor ez lesz a range for the reference. Nézzük. Jó. Hát ugyanaz történik, nyilván, mert azt várjuk, hogy írja ki 1-től 8-ig, tehát a vektorunk összes elemét, viszont itt, ebben az esetben i, az csak egy alternatív név lesz v-nek az i-edik elemére. Dióhéjban valami ilyesmit képzeljünk el. Hát ide nem így írok, hanem k-t. Jó, tehát a v-vektor k-adik elemére ráállítunk egy referenciát. Jó, és akkor a vk meg az i az ugyanaz az objektum lesz, jó, csak az i az egy alternatív név lesz v-nek a k-adik elemére. Tudunk ennél még egyen jobbat, és itt most behívom a copypastát segítségül, ugyanis ugyanezt fogjuk csinálni, csak itt most azt mondjuk, hogy ez egy konstans referencia legyen, és ezt ide is írom, hogy itt ez már konstans referencia, ugyanis nyilván itt csak ki akarjuk írni az értékét, akkor miért sima referenciát használjunk? Használjunk konstans referenciát. Jó? Mert minek használnánk ugye a sima referenciát? De azért nézzük meg. Jó. És szépen kiírja négyszer is. Jó, tehát itt is tökéletesen látszik, hogy kiírta rendesen. Ugye a kettő között az a különbség, hogy itt in keresztül nem tudjuk módosítani vk értékét, tehát ide behírom, hogy simán, hogy konst, mivel hogy ugye ez már innentől kezdve egy konstans referencia vk-adik elemére. Még egy dolgot nézzünk meg, és akkor ez már tényleg ilyen ultimate kitekerése a dolognak. Ugyanis mondtam, hogy tudjuk használni ezt az autóváltozót, tehát autótípust, és igazából nagyon sokszor így szoktuk ezt így használni, és csak megmutatom. Ez igazából már itt nem igazán olyan lényeges, meg nem tartozik feltétlenül a referenciához, csak fölvillantom, hogy tényleg lássátok, hogy alapvetően ezt így szoktuk. Nyilván így i-nek a típusa, az ugye a v típus paraméter lesz, a v-ben tárolt elemek értéke lesz típusa. Csak kinyögöm, ugye, ahogy mondta a klasszikus. Tehát ugye itt akkor nyilván int lesz, mert hogy ugye a vektorba inteket tárolunk, tehát akkor az i is egy integer referencia lesz. Jó. Rendben van, de azért ezt is próbáljuk ki, mert itt megy a szemfényvesztés, aztán kiderül, hogy nem is igaz. Jó. Hát, még akkor beírom, hogy autó. Jó, és működik. Rendben van. Mi itt a lényeg? Itt ugye minden egyes lépésben történik egy integer másolás, tehát itt allokálunk memóriát ennek az integernek, és a vk-adik elemét belemásoljuk ebbe az i-be. Minden egyes lépésbe, és utána az i-nek az értékét fogjuk itt kiírni. Jó. Itt a második résznél, amikor referenciát használunk, tulajdonképpen semmi különösebb memória foglalás meg ilyesmi nem történik. Annyi történik, hogy ezt az i-t ráállítjuk v-nek a k-adik elemére, minden egyes lépésbe, és ezen az i referencián keresztül írjuk ki v-nek a k-adik elemét. Jó, tehát itt másolgatások nincsenek, kicsit olyan spórolósabb ilyen értelemben ez a megközelítés. Amivel ez több, hogy ez konstans, ez a referencia, tehát ezen az i
néven vagy I referencián keresztül nem tudjuk módosítani VK-adik elemét, csak kiírni tudjuk, tehát csak lekérdezni tudjuk, úgymond, tehát nem csak kiírni, mondjuk használhatnánk valami képletbe vagy ilyesmi, de ilyenkor módosítani nem fogjuk tudni. Itt ez az utolsó, meg tényleg csak annyi, hogy itt az autót írjuk, és akkor majd ez szépen automatikusan leképeződik itt arra a típusra, amit éppen használnunk kell. Hát itt most integer lesz, mivel hogy a v az egy integerek vektora. Tulajdonképpen annyi lesz a feladatunk, hogy cseréljük ki két változónak az értékét. Hát erre sok megközelítés van. Én most itt a referenciák miatt mutatnám ezt meg. Hát beszédes nevek legyen, legyen x, meg legyen y. És írjuk is ki. Ó, este van már, nyomok mindent. Jó. Na és az lenne a feladat, hogy ennek a két változónak az értékét cseréljük ki. Ezt gyorsan itt el is mentem. Beszédes név, swap.cpp. Nézzük meg, hogy eddig jó-e. Hát nyilván eddig még nem cseréltünk ki semmit, de ne az elején legyen már is hiba. Jó, kírja a két értéket, szuper. Na csak írjunk egy függvényt, ami fölcseréli ennek a két változónak az értékét. De inkább egy hát eljárást, tehát egy void függvényt, aminek átadunk két double referenciát. Ugye? Legyen ez D1, meg D2. Jó. Na most ugye nem akarom túl bonyolítani a dolgot, igazából sima segédváltozós csere lesz, tehát kelleni fog egy temp változó, amiben bemásoljuk D1-nek az értékét, ugye ezután nyilván bemásoljuk D1-be D2 értékét, majd D2-be a temp változó értékét. Tehát alapvetően így működne a mi kis függvényünk. Használjuk, hívjuk a swap-et x-re, y-ra, majd írjuk ki ismét, nyilván ugyanígy, ahogy az imént. És reményeink szerint rendben is van, így van, ki is cseréltük a két változót. Jó, tehát látjuk, hogy a referencia ilyen értelemben is tök jól használható. Ugye, hogyha itt nem használnánk referenciát, akkor ez nem működne, mert akkor itt érték szerint másolódna át a két változónak, csak tehát a két változó értéke, viszont így D1 és D2 tulajdonképpen ugyanaz a objektum, ugye X és Y, csak más néven szólítjuk őket. Kicsit a függvényekről beszéljünk még. Egy példát mindenképp akarok még a függvények kapcsán. Csak akkor pörgessünk már át ezt a prezentációt, a maradék részt. Ugye, amit még itt előjön és nem beszéltünk róla, ezek a fordítási idejű függvények. Ugye itt a constexről volt már egy kérdés most itt is, a mai alkalommal. Ugye nyilván itt azok a változók jöhetnek szóba, aminek tudjuk fordítási időbe az értékét, tehát itt ez mondjuk fölvesz egy 10-et, ez 0,8-at akármi. Ugye ezeket tudjuk használni függvények esetében is, tehát tudunk ilyen konstans függvényeket is írni. Alapvetően én még őszintén szóval nem igazán találkoztam vele, de mindenképp leírnám, hogy ilyen is van, és hogy beszéljünk erről pár szót. Tényleg csak ennyi lesz, hogy így fölvillantom, és akkor tulajdonképpen egy ilyen constexp változónak tudunk így is értéket adni. Jó? És akkor ez a scale függvény itt kiszámol valamit. Jó? És vissza is adja az értékét ebbe a pontba. Jó? Ezt tényleg csak azért mutatom meg, hogy lássuk, hogy ilyen is van. Tehát tényleg, hogy működnek ezek is. Nem valószínű, hogy fogjuk ezt úgy különösebben használni itt DevProgon, meg talán prog egyen se, de jó erről beszélni. Jó? Tehát ilyen constexp változónak tudunk constexp függvények eredményét is adni, csak ugye
nyilván tudnunk kell ezeket az értékeket fordítási időbe. Tényleg csak annyi, hogy fölvillantom. Viszont inkább beszélgessünk arról, hogy ezek a függvények hogyan is működnek, és akkor csak tényleg röviden, mert a könyvben is benne volt, beszélgessünk a call stackről, vagy hívási stackről, vagy hívási veremről, van ennek mindenféle neve. Ugyanis ezek a függvények ugye hát hívhatók így szépen, úgy egymásba ágyazva is. Ugye emlékeztek a számológépre, és abból lesz ez a kis példa, hogy a számológépbe is kezdetbe hívtuk a expression függvényt, persze azt utána módosítottuk, hogy statement függvény lett, de most egyelőre maradjunk az expressionnél, mert az az érdekes. És az expression függvénynek ugye hát volt valamilyen működése, voltak lokális változói, hát gyorsan megnyitom, hogy lássuk is, ha megtalálom. Hát nézzük a hatost, talán. Hát legyen a hetes már. Mondjuk ezt. Ez úgy nekem szépen föl is van kommentelve. Jó, tehát mondjuk itt van a statement, a declaration, hanem akkor nézzük itt az expression függvényt. És itt az expression függvényben vannak ilyen lokális segédváltozók, itt van a left, itt van ez a token, illetve hogyha úgy készítettük volna el, még a TS referencia is itt lett volna, de ez most globális változó. Jó, a lényeg, hogy itt van egy left, meg itt van a token. Jó, és látjuk, hogy itt hívjuk a term függvényt, mert ugye annak akarjuk átadni kiértékelésül ugye a bal értéket. Na és akkor nézzük, hogy ennek hatására mi történik. Ugye hívjuk itt a term függvényt, és itt a term függvénynek is megvannak a maga kis lokális változói. Azért mondtam, hogy egy picit nálunk máshogy működik, mert a könyvben úgy van, hogy a token streamet referenciaként adjuk át, nálunk meg globális változóként van. Lépjünk túl rajta, vegyük úgy, mintha így se lenne. Ugye a függvény törzse az adott, tehát látjuk, hogy itt hívjuk a term függvényt. Jó, és akkor ez ilyen protocol stackként fog szépen, pontosabban call stackként fog szépen egymásra épülni, tehát egy ilyen verembe tesszük bele ezeket a függvényeket tulajdonképpen a lokális változókkal együtt. Hát meg itt írja, hogy ilyen implementation stuff, ezt most engedjük el, progedje majd részletesen lesz erről szó. Emlékeim szerint egy előadásban Bátfai Norbi kollégám majd ezt elég jól el fogja mondani. Jó? Tehát látjuk, hogy itt van a expression függvény, a segédváltozókkal, meg egy kis implementation stuff-al, amivel most ne foglalkozzunk. Hívjuk a term függvényt, na most a term függvénynek is megvannak a maga lokális változói, ugye a TS, a left, a T, van itt egy D, amit most nem is ugrik be hirtelen, hogy micsoda, de mindjárt ránézek. Ja, igen, ugye ott elkérjük, hogy a primary-től a változót, amikor ellenőrizni akarjuk, hogy zero osztunk van-e. Jó? Tehát ez is egy lokális változó, itt a term függvényen belül. Jó? Oké. Na de látjuk, hogy itt hívjuk a primary függvényt, és hát ugye minden esetben hívjuk a primary függvényt. Jó? Hát mi történik ennek hatására? Ugye a primary függvénynek is a cuccai, tehát úgymond a lokális változók bekerülnek ebbe a hívási stackbe. Jó. És ott szépen működnek a dolgok, ugye lefut, csinálja, amit kell, de ugye a primary az megint hívja az expression-t. Ugye itt látjuk, hogy ugye mivel úgymond a jobb oldalt az expression függvény fogja kiértékelni, és itt akkor megint ugye szépen hízik ez a protokoll, ez a call stack, mini protocol stack-et mondok, hálózatokat tanultam, elnézést. Jó, tehát szépen hízik ez a call stack. És ugye amikor egy-egy függvény visszatér, akkor ugye az a függvény, ami visszatér, az nyilván vagy visszaad valami értéket, vagy beállít valami értéket, ilyen globális változót. A mi szempontunkból most az a lényeg, hogy a hívási stackből ki fog esni. Tehát szépen kimegy a hívási stackből, mert ott az a függvény már lefutott, tehát ott már nincs dolga annak a függvénynek, szépen ebből a hívási stackből kijön. Jó. Aztán utána végez a primary függvény, és az is kikerül a hívási stackből. Jó. Én itt most csak azt akarom ezzel fölvillantani, hogy ahogy hívjuk a függvényeinket, ugye ezek szépen így egymásra tevődnek, hát itt most egymás alá rakta, részletkérdés, hogy hogyan ábrázoljuk, ugyanis a végrehajtás majd
ugye mindig a call stacknek a végéről fog, úgymond, vagy hát inkább a tetejéről, úgy lenne helyes, de itt ugye fordítva rajzolta föl, mindegy, tehát mindig az aktuálisat fogja földolgozni. Tehát így megy szépen végig a call stack, először az expression, aztán utána a term, a primary, az expression, amikor az expression végére ért, akkor meg szépen megyünk visszafele. Na hát így működik nagyon röviden a call stack. Ezt tényleg csak azért akartam fölvillantani, hogy lássuk azt, hogy hogyan is működik, úgy igazából, meg tényleg az, hogy ezek itt a memóriában tényleg valahogy így foglalnak helyet. A stack az a memóriának egy része, tehát van a sok-sok memóriánk, és ez a stack a memóriának egy része, ahol ez a függvényhívási lánc tulajdonképpen meg van jelenítve, és ahol ami memória területet használ. Jó? Tehát ugye a függvényeknek a lokális változói, meg ilyen implementation stuff, ahogy ugye a szerző is írja. Nézzük meg a függvényes példánkat, amit még mindenképp jó lenne, hogyha beszélnénk, meg tényleg kicsit még a függvényekről esne szó. Mit is fogunk csinálni? Alapvetően egy olyan egyszerű kis függvényt írunk, ami megkeres valamit egy vektorba. Jó? Tehát tényleg egy nagyon egyszerű kis függvényt fogunk készíteni, egy ilyen find függvényt tulajdonképpen, ami visszaad egy indexet, hogy a vektor hanyadik elemén van az, amit keresünk. Készítsünk ide egy vektort. Hát most ez stringek vektora lesz. Hát és ne V legyen a neve, hanem legyen words a neve, mert hogy szavakat fogunk ide írni. És akkor rögtön adjunk is, hát ilyen nagyon egyszerű dolog lesz. Pierce az nem több egy szám. Grapes. Hát én gyümölcsök, semmi különös. Meg legyen, hát narancs, mert ezek. Jó. Na és akkor van itt egy szavakból álló vektorunk, amiben keresni szeretnénk. Hát keressünk mondjuk a grapes-et. Jó. És akkor itt fogunk majd használni egy olyat, ezt a myFind függvényt, ezt fogjuk használni, és ennek átadjuk paraméterre a words-öt, ugye amiben keresünk, meg az s stringet, amit keresünk. És úgy írnánk meg ezt a függvényt, hogy adjon vissza egy indexet, hogy hol van ez a... Tehát adjon vissza egy indexet, hogy hanyadik helyen található a vektorban. Tehát egy indexet fog visszaadni nekünk, hogy ha megtalálta, ha nem, akkor meg majd mindjárt kiragyaljuk, hogy mi legyen. Jó. És akkor igazából itt annyit fogunk csinálni, hogy csak kiírjuk azt, hogy megtaláltuk valamilyen indexen. Tehát annyit írunk ki, hogy found at index és a sorszám, tehát a helyét, hogy hanyadik helyen van a vektorban. Szerintem ez így elég is lesz. Gyorsan elmentem. Function 1, de majd lesz 2. Jó, és akkor nézzük meg ezt a MindFind függvényt, de ezt írjuk meg úgy, hogy ide csak betesszük a prototípust. Yeah, egyrészt kell neki egy string, meg kell neki, bocsánat, a string a második, tehát kell neki egy double vektor, meg egy string. Ugye? Yeah. Nem, dehogy double vektor. String vektor. Jó, elnézést, este van, pedig nekem nem is volt logika az éhem. Jó, és akkor itt utána írjuk meg, mert hogy ugye itt definiáljuk, és akkor itt már ugye egyrészt kell adnunk nevet is ugye a paramétereknek, tehát legyen ez a V vektor, amit átadunk paraméterül, meg legyen ugye egy string, amit keresünk. Na, és akkor egész egyszerűen annyit fogunk csinálni,
hogy végig megyünk. A vektoron. És hogyha a V-nek az i-edik eleme megegyezik az S-sel, akkor visszaadjuk i-t. Ugye? Mert hogy ugye itt az indexet adnánk át. Tehát azt csináljuk, hogy szépen megyünk így sorba, ugye egyesével minden egyes elemen, ugye a vektor végéig, és hogyha megtaláljuk, tehát a V i-edik eleme, az éppen megegyezik azzal, amit keresünk, akkor visszaadjuk az indexet. Jó. Jól néz ki. De azért próbáljuk ki. Lefordul és fut is. Found at index 2, tehát a kettes számú indexen találta meg. 0, 1, 2. Tökéletes, tökéletesen működik. Jó. De egy picit hiba kezeljünk már, mert mi van, hogyha ilyenkor mi történik? Ugye ez a kérdés. Tehát olyat keresünk, ami nincs benne. Found at index 0. Hát ez azért nem jó. Mert akkor ez lenne az. Yeah. Jó, tehát itt akkor ez valamilyen, itt ez nem igazán működik jól. Úgyhogy picit módosítsunk rajta, hogyha nincs meg, akkor adjunk vissza mínusz egyet. Ugye ez nem biztos, hogy szerencsés ez a mínusz egy, mert ez ilyen misztikus változó, vagy ilyen misztikus érték. De ugye vektorindex negatív nem nagyon lehet, de erről majd beszélünk a fél év végén. Szóval mínusz egyedik eleme a vektornak nincsen, úgyhogy ezt itt akkor le tudjuk kezelni, mégpedig úgy, hogyha ez az index nagyobb, mint nulla, nagyobb egyenlő, mint nulla, ugye? Nagyobb egyenlő, hát akár nullát is visszaadhatnám. Nagyobb egyenlő nulla. Próbáljuk már ki. Mi történik, ha keressük Apple-t? Így van. Jó, most azért nem ír ki semmit. Mert hogy ugye nulla lett, tehát nagyobb egyenlő nulla. Így van, akkor nulla is lehet. Jó, hát ezt ki kellett agyalni. Egyébként meg írja ki simán csak annyit, hogy not found. Tehát, hogy nem találtuk meg. Reméljük, hogy így működik. Nézzük meg. Jó, az Apple-t megtalálta a nulláson, nézzük meg a másikat. P-t megtalálta az egyesen, mondjuk írjunk be valami teljesen mást, mondjuk barackot. Not found. Jó, rendben van. Akkor úgy néz ki, hogy működik ez a kis program. Na, és akkor pár megjegyzés, ugye, csak hogy tényleg lássuk gyakorlatba is. Ugye, amikről beszéltünk itt az előadás keretében, és ami itt szombaton tárgyaltunk, ugye, hogy néznek ki ezek a függvények? Ugye, itt van egy függvénynek, ez az úgynevezett prototípusa, tehát amikor csak deklaráljuk a függvényt, bevezetjük a nevet, ugye, és ami egyedileg azonosít egy függvényt C++-ba, az ugye egyrészt a neve, másrészt pedig ugye a paraméter listája. Erre mindjárt nézzünk egy példát, hogy ez pontosan mit is jelent. Jó, a definíciója pedig itt van magának a függvénynek, tehát itt, amikor megadjuk a függvény törzsét is, hogy hogyan is nézzen ki ez a függvény, tehát mit is csináljon pontosan. Jó. Na most, a paraméter lista ugye itt van,
Ezt hívjuk egyébként formális paraméterlistának, van a másik ugye az aktuális paraméterlista, ami pedig az, amivel konkrétan már meghívjuk ezt a függvényt. Jó? Itt ez esetben ez a words nevű vektor, illetve az s nevű string. Jó. Ami még van a függvénynek, ugye van egy típusa, mántosabban egy visszatérési típusa, ami azt mondja meg, hogy milyen típusú értékkel tér vissza ez a függvény, jelen esetben egy integerrel, ami ugye itt az index miatt lényeges, hogy itt egy sima egész számmal térünk vissza, ezzel jelezve az, hogy milyen indexen van nekünk itt konkrétan, amit keresünk. Jó? De a lényeg, hogy ez egy integer típusú változó lesz, és ezt itt is jelezzük, hogy egy integer típusú objektummal fogunk itt visszatérni. Jó. Ugye maga a visszatérés az itt történik, a return utasításban, tehát return i, és akkor itt szépen visszaadja az értéket, amit ugye i képvisel itt ebbe az esetbe, vagy hát az i tárul pontosabban, ami ugye az index lesz, hát itt a peach esetében ez ugye mínusz pont nem jó, mert mínusz 1 lesz, de mondjuk, hogyha grapes-et adunk vissza, akkor 2 lesz. Jó. Ugye visszaadhatunk mínusz 1-et is, semmi gond, ugye az integer tud negatív számot reprezentálni, visszaadjuk a mínusz 1-et, készen vagyunk. Jó. Tehát alapvetően ez a függvény, ez így működne. Na most, ami pár ilyen megjegyzés, ugye, hogy V és S az egy-egy lokális változó itt a MindFind függvénybe, tehát nyilván V-t és S-t itt nem érjük el, pontosabban ezeket, mert itt van egy másik S. Jó? De a V-t az ugye csak itt van, tehát itt lokális ez a változó nekünk. Jó. Na most, amit még itt tudunk csinálni, és akkor nézzük is meg, ugye említettem, hogy a függvény C++-ba egyedileg ugye ez azonosítja, ezt hívjuk egyébként szignatúrának, vagy hát talán angolul signature, de ebbe most nem vagyok biztos. Tehát egyrészt a neve, másrészt pedig a paraméter listája. Na, és emiatt ugye tudunk ilyet csinálni, hogy ugye a MindFind-ra tudunk egy másik verziót is készíteni, ami ugyanígy string vektorokba keres, ugyanúgy egy stringet keres, csak vár egy integer paraméterül, mert mondjuk tudunk adni neki egy ilyen úgynevezett hintet, vagy egy ilyen javaslatot, hogy honnantól keresse. Igazából ez most nem is feltétlenül olyan érdekes, hogy miért olyan jó ez. Tényleg csak azzal azt akarom szemléltetni, hogy bizony lehet így is függvényt írni. De írjuk is meg akkor ezt a MindFind függvényt. És akkor itt ugye lesz, ez az autocomplete nem mindig működik valami jól. Tehát itt lesz egy MindFind függvény, ugyanúgy vektorra, meg ugyanúgy stringre, csak itt átadunk egy ilyen hintet, hogy az ezzel mondjuk meg azt, hogy honnantól keresse az adott vektorba ezt a amit keresünk, ugye az est. Jó? De írjuk meg, és akkor abból rögtön látszódni fog, hogy mire is gondolok. Jó. Na hát először hiba kezeljünk, tehát legyen egy olyan, hogy nézzük meg, hogy a hint az azért mindenképp legyen nulla, vagy mi legyen nagyobb, mint nulla. Tehát le kéne kezelni azt, hogy ha kisebb, mint nulla, vagy hogyha ez a hint nagyobb, mint a v-nek a mérete. Jó, mondom. Így van, hát nagyobb egyenlő, mint a hintnek a mérete. Akkor ugye annyit csinálunk, hogy ezt simán állítsuk nullára. Jó? Majd mindjárt mutatom, hogy ez miért érdekes. Mindjárt mutatom. Jó. És akkor tulajdonképpen ezt a for ciklust innen fogjuk nézni. Tehát nem nullától indulunk, hanem a hinttől. Jó? Tehát itt mondjuk átadunk egy hármast, akkor a harmadiktól fogja majd nézni. Tehát a harmadik elemtől keresi, hogy hol vagyunk. Mármint, hogy onnantól benne van-e esetleg a vektorba. Megyünk egészen a tárolónak a végéig. Ugye i kisebb, mint v.size. Egyesével megyünk, és ugyanezt csináljuk, mint az imént. Tehát, hogyha v i-edik eleme az az s, akkor visszaadjuk i-t. Jó.
Oké, és na de mi van, hogyha nincs abban a régióban, amit mi javaslunk, tehát a hint és a vége között, hát akkor menjünk végig. Ugye? Akkor menjünk végig. De csak akkor, hogyha ez a hint, ez nagyobb, mint nulla. Jó? Mert ha alapban nullára állítottuk emiatt, akkor itt már végigmentünk egyszer az egészen. Jó? Viszont ha nem nulla, akkor valamilyen tippet adtunk itt, mondjuk a második elem, ötödik elem, ami egyébként jó is, feltételezésünk szerint. Úgyhogy akkor nézzük meg ezt, és itt akkor pedig tényleg csak annyit csinálunk, hogy megint végigmegyünk. Hát itt akkor már mehetünk ugye nullától. És egyesével. És itt megint ugyanezt csináljuk. És akkor visszaadjuk itt. Jó. És ugye még az az eset van. Jól csinálom? Reméljük. Jó, és még ugye az az eset van, tehát ugye a javasolt intervallumban nincs, és nincs benne a teljesben, akkor visszaadunk mínusz egyet, ugye mert akkor ez azt jelenti, hogy nincs benne egyáltalán. Jó, tehát mi történik? Igazából annyit csinálunk, hogy adunk egy ilyen tippet, hogy szerintünk mondjuk a második elemtől van. Valahol, vagy mondjuk ennek a vektornak a harmadik elemétől, vagy ilyesmi. És akkor megnézzük, hogy tulajdonképpen ez itt a lényeg, hogy ott mondjuk a harmadik elemtől a végéig benne van-e, és ha benne van, akkor visszaadjuk itt. Jó? Ez egy pici optimalizálás, abban az értelemben, hogy nem az egész vektoron megyünk végig, hanem csak egy részén. Jó? Nem a legjobb, de most tényleg nem ez a lényeg, hanem tényleg csak az, hogy lássuk, hogy így függvényeket hogyan tudunk írni. Jó, viszont hogyha ebbe az intervallumban nincs benne, tehát a hint és a vége között, akkor nézzük meg az egészet. Mert akkor lehet, hogy előtte van. Jó, tehát akkor nézzük meg az egészet, aztán majd kiderül, hogy benne lesz-e. Jó, és hogyha egyáltalán nincs benne, akkor megint visszaadunk mínusz egyet. Jó. Na de próbáljuk ki. És akkor itt mondjuk keressünk meg a citromot, és most ne a sima mindfindot hívjuk, hanem ezt, és itt adjunk neki egy tippet, hát mondjuk legyen egy, és akkor itt fogja kezdeni a ciklusunk, ugye, mert itt átadjuk az egyet, ugye a hint az egy lesz, ugye, ami hát nem kisebb, mint nulla, és nem nagyobb, mint a v.size, tehát marad 1. És akkor i egyenlő 1-től fogunk menni a v.size-ig. Pontosabban egyel előbb állunk meg, mint a v.size. Jó, és azt várjuk, hogy akkor ideugrik a vezérlés, mert hogy ez itt rendben lesz, és itt visszaad nekünk, hát ugye 3-at, mert hogy a 3-as számú, ugye a 3-as indexű elem a limon. Na, de próbáljuk ki. És működik. Szuper, szuper. Jó, rendben van. Próbáljuk ki valami hülyeségre. Vagy első próbáljuk ki mondjuk egy olyan hintre, hogy legyen ez 3, és keressük a pírt. Ugye a 3-as számú elem az a limon, előtte van a pír. Jó, tehát ez itt nem fog nekünk eredményt adni, hanem majd ez fog nekünk eredményt adni. Hát nézzük meg, mondjuk ezt nem fogjuk most látni, jó, de így is működik. Jó? És akkor a pi-re visszaadta, hogy az az egyes indexű elem. Szuper, nagyon jó. Oké is. Jó. Ami a lényeg itt, hogy látjuk azt, hogy ugye tulajdonképpen ez két MyFind nevű függvény. Ugye a különbség az, hogy itt ugye ez 3 paraméteres, ez pedig 2 paraméteres.
nem is a paraméterek száma, hanem a paraméterek típusa számít. Tehát tudnánk ilyet is csinálni, hogy mondjuk egy olyan myFind, ami double-ökre működik. Jó? Tehát egy double típusú vektorba keresünk double típusú elemeket. És nyilván ez is rendben van. Ez három különböző függvény. Jó? És ahogy mondtam, ez azonosítja, tehát a neve és a paraméter listája azonosítja egyedileg ezeket a függvényeket. Ellentétben mondjuk a C-vel, ahol ugye csak a név az, ami azonosít, ugye a paraméter lista az nem számít abba a C esetébe. Beszélgessünk egy olyan dologról, ami a könyvben benne van, és majd Progedgyen is egy kicsit rágogatjuk, de jó lenne már most is, ha itt egy kicsit szó esne róla. Hihetetlen, hogy le tudom írni ezt a sort úgy, hogy közben beszélek. És ez egy kicsi ilyen iránymutatás, hogy hogyan is néz ki ez a kiértékelési sorrend. Nem feltétlenül tartozik ez a függvényekhez, inkább ilyen technikai jellegű dolog, hogy figyeljünk oda erre, ugyanis a kifejezések kiértékelési sorrendje nem meghatározott. Mit értek ez alatt? Mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, és akkor talán úgy a legjobb szemléltetni. Legyen adva nekünk egy ilyen integer vektorunk, amiben hát mondjuk egy ilyen 10 elemű vektor, ugye ezzel a zárójellel tudunk készíteni üres vektort. Itt igazából csak annyit mondunk, hogy legyen egy 10 elemű vektorunk, amik nullára vannak inicializálva. Tehát egy olyan vektor, amiben van 10 elem, mindegyik nulla. Jó. Na most adjunk értéket ezeknek az elemeknek, de olyan fura módon, ilyen vált ciklusba. Ugye hát ilyet még nem nagyon csináltunk, és mondjuk legyen ez, hogy a v i-edik eleme az legyen egyenlő plusz plusz i-vel. Hát legyen inkább i plusz plusz, mert az látványosabb lesz. Jó, és térjünk vissza nullával. Na most, miért probléma ez, hogy a kiértékelési sorrend nem meghatározott? Ugye az, hogy valószínű ez hirtelen jó eredményt fog adni alapvetően, tehát szépen föltölti a vektorunkat 0-tól 9-ig, vagy 8-ig, vagy hát a jóig tudja meddig, de majd mindjárt erről beszélünk. De most akkor itt melyik kifejezés értékelődik előbb? Hogy ez az i, vagy ez az i? Tehát, hogy az i-edik elem, de az a már az egyel növelt i-edik elem lesz, vagy még a nem egyel növelt i-edik elem. Jó? És pontosan ez itt a probléma, hogy ezt nem tudjuk. Tehát azt mondjuk, hogy C++ nyelven a kifejezések kiértékelési sorrendje nincs meghatározva. Tehát erre figyeljünk oda. Hogyan tudunk erre odafigyelni? Na most megpróbálom, elvileg a fordító jelzi nekünk ezt a hibát. Pontosabban ezt a problémát, nem így alapból, hanem ezzel a minusz v-all kapcsolóval. Mit jelent ez? Ez csak egy ilyen kapcsoló itt utána, mondunk valamit a fordítónak, hogy még valami plusz dolgot tegyen meg nekünk. Itt ez annyit jelent, hogy warning all, tehát minden egyes warningot írjon ki, ami itt előfordulhat. Új fordítókon nem próbáltam ezt ki, nagyon fontos, hogy nekem itt a 7.5-ös GCC van, G++. Lehet, hogy az újabbak már ezt errornak veszik. Jó, ezt majd megnézzük, megnézem majd laborokra. A lényeg, hogy figyeljünk oda, és mostantól, ha lehet, fordításkor használjuk ezt a kapcsolót. Jó, mert itt írja is nekünk, hogy az i működése valószínűleg nincs jól definiálva, tehát nem definiált, tehát nem fix, nem predeterminisztikus, és ez probléma. Jó? És itt jelzés nekünk, hogy mivel van a problémája. Erre figyeljünk oda. Jó? Szerencsére a fordító tényleg segít nekünk, az új fordítók már ennyiben mindenképp jók, hogy segít nekünk a fordító, és jelzi a problémát. Jó? De ennek ezzel mindenképp foglalkoznunk kell.
Hát azért írjuk ki az értékeit, mert én nem tartom kizártnak, hogy egyébként jó. És egyébként ez azért probléma, mert ez még tetézi is a bajt. Ja, még nem is futtattuk. Jó. Hát valami történik. Jó. Mondjuk alapvetően mindig ugyanaz történik, de azért látjuk, hogy itt akkor most miért van 2-0? Ha nullától megyünk meg, akkor most 8-ig, vagy... Tehát látjuk, hogy valami misztikus dolog történik. Jó. De ami tetézi a problémát, hogy a program alapvetően lefordul, még hogyha warninggal is, és simán lefut, és ad valami eredményt. Ugye ez a legrosszabb. Tehát ennél már csak az a jobb, hogyha kapunk valami kivételt, az meg még jobb, hogyha a fordító jelez nekünk, hogy valami hiba van. Már ez a warning is elég egyébként, mert ez a warninggal valamit kezdeni kell, tehát ezt ki kell javítani mindenképp. Jó. Oké, de esetleg még nézhetünk egy példát. Hát ezt egy kicsit most kikopipésztelem, amit még így szoktam látni, és hát rettenetes, az ugye ez. Ez tulajdonképpen ugyanaz, csak Pepitába, hogy itt megint nem tudjuk, hogy akkor most melyik fog előbb végrehajtani, tehát ezt értékeljük ki előbb, vagy ezt értékeljük ki előbb. Jó? És ez megint az, hogy nincs definiálva a kiértékelési sorrend, de szerencsénkre erre megint ad, mondjuk itt most egy error is van, de tehát erre megint ad egy warningot a fordító, itt látjuk. Jó? Tehát itt megint jelzi nekünk, hogy itt valami nem oké, és ezt mindenképp javítanunk kell, tehát ez nem maradhat benne, ez a warning. Semmilyen warning nem maradjon benne, ha lehet, jó? De ilyen ez tényleg nem maradjon benne. Jó? Ezt a kapcsolót használjuk, ezt a mínusz volt, és akkor látni fogjuk. Oké. És egyébként ez is adni fog valamilyen értelmezhető eredményt, ha kiírjuk az értékeit. Tehát ha lefuttatjuk, akkor ez is valamit csinál, látjuk, hogy itt azért 0-tól 9-ig, és ez még, hát uram, bocsánat, még jól is működik, mert hát valószínű ezt akartuk. De ilyet tényleg ne csináljunk, mert ez egy rosszul definiált működés. Tehát erre figyeljünk oda. Jó. Hát mi lehet még ilyen? Ugye picit ilyen egyszerűbb dolog, hogy mondjuk egy x változónak akarunk értékül adni úgy valamit, hogy egy változónak az értékeit módosítjuk. Jó? Tehát ez megint probléma. Akkor itt most... Hogy melyiket növeljük előbb meg, melyiket csökkentjük előbb, mondjuk ez még lehet, hogy annyira nem is vészes, de amúgy ez is rossz, mert akkor, hogyha kettővel növelt értéket, tehát ez a, nem, az igaz, nem, nem jó, megint csak problémát fog okozni. Vagy mondjuk egy függvényparamétert akarunk, tehát függvénynek adunk át paramétert. Jó? És akkor itt megint ugye, hogy mit is... Melyiket értékeljük ki előbb, ezt, vagy ezt, és akkor amikor a függvénybe átadjuk, ott már tényleg ilyen nagyon furcsa dolgok lehetnek. Hát most írjuk meg tényleg csak ilyen nagyon egyszerűen. Lehet, hogy csak ki akarunk írni két értéket, tehát csak ki akarjuk írni tényleg ilyen szó közzel elválasztva. Jó. Mondjuk annyiból szerencsénk, hogy itt megint jelez a fordító. Jó? Tehát látjuk, hogy ebbe az esetben is jelzett, amit itt csináltunk, hogy nincs definiálva az i működése, illetve ebbe az esetben is, tehát itt valamilyen probléma van. Jó? Erre oda kell figyelni. Mindenképpen. Hát itt még van egy nem használt változónk is. Ez mondjuk más kérdése, de ha itt kiírjuk az értékét, akkor már nem lesz nem használt. Jó, de látjuk, hogy továbbra is ezek a figyelmeztetések itt vannak, és ezeket javítanunk kell.
A mai utolsó részünk pedig a névterek lesz, és a névterekkel fogunk egy kicsit ismerkedni, illetve ezzel kapcsolatban fogunk egy pici példát megnézni. Itt az előző MyFind függvények kapcsán. Na most, miért is érdekesek ezek a névterek, meg miért is használjuk őket? Ugye, tegyük föl, hogy vannak osztályaink, ugye? Itt Jacket és Jillt írja, tehát Jack ír mondjuk egy ilyen glob osztályt, meg egy ilyen widget osztályt. Illetve ír Jill egy blob osztályt, meg egy widget osztályt. Jó? Tehát látjuk, hogy itt a név az már tehát ugyanaz a widget osztályunk van. És ezeket egy külön-külön headerbe írják meg, tehát lesz egy Jack header, meg egy Jill header. És akkor ezeket itt beinkludoljuk a mi programunkba, mert használni szeretnénk az eszközeiket, a widgetet, meg a blobot, vagy a globot, vagy akármit. És ugye amikor használnánk ezeket, akkor itt ugye van egy problémánk, ugyanis a widget többször lesz definiálva. Ugye? Mert Jill is írt egy widgetet, meg Jack is írt egy widgetet. Na, hát mit tudunk erre használni? Ugye nyilván ezek valamilyen scope-ban vannak deklarálva, illetve definiálva is, ugye? Mert itt, ahogy látom, le is van írva, csak ugye ki van pontozva, hogy egyszerűbb, átláthatóbb legyen. Tehát ezeket a definíciókat be tudjuk rakni egy úgynevezett névtérbe, vagy más szóval egy nevesített hatókörbe, vagy egy nevesített scope-ba. Na, hogyan tudjuk ezt megtenni? Hát nagyon egyszerűen, egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy ami deklarációnk van, köré írjuk egy így a kapcsos zárójelekbe, tehát egyrészt betesszük kapcsosok közé, másrészt elérjük a namespace kulcsszót, meg adunk neki egy nevet. Hát ebbe az esetben mondjuk namespace Jack, és akkor Jacknek az osztályai, illetve típusai, meg hát akármi, ebbe a névtérbe lesznek benne. Hogyan tudunk erre hivatkozni? Hát így módon. Tehát egyrészt megmondjuk, hogy Jacknek a névterébe keressük a widget típust. Jó? Hát ezzel a dupla kettős ponttal tudunk egyébként így ilyen scope-ot használni. Tehát amikor a scope-ot, pontosabban a névteret akarjuk itt előhozni, akkor ezzel a kettős ponttal, dupla kettős ponttal mondjuk meg, hogy Jacknek a névteréből kell a widget objektum. Jó. És akkor innentől kezdve már névütközés nem lehet, mert ez egyértelműen azonosítja azt, hogy melyik widgetre gondoltunk, feltéve, hogyha Jacknek a névterébe egy widget van, de nyilván egy van, mert akkor meg ő kapna ilyen multiple definition-t, tehát ő kapna hibát alapvetően, szóval ez már egyértelműen azonosítja, hogy nekünk Jacknek a widgetjére van szükségünk. Jó. És akkor, ahogy mondtam is, ugye a namespace az egy nevesített scope, tehát egy névvel ellátott hatókör, és ezzel a dupla kettős ponttal tudjuk megmondani, hogy mely névtérből akarunk valamit használni. Hát itt példaként ezt majd mindjárt meg is nézzük itt a standard névteret, ugye? És akkor erre tényleg pillancsunk is rá, csak tényleg ilyen nagyon nagyon egyszerűen, nagyon kis konyha nyelven. Ugye itt most nem fogom használni a kurzus headert, és igazából csak kiírogatni fogunk valamit, úgyhogy itt a sima IO streamet fogom használni, és akkor ez legyen a, hát, legyen ez a namespace, így van, de ne írjam el, name space, oké? Okay. Csak sikerül. És tényleg csak annyit csináljunk, hogy írjunk itt ki dolgokat, de ugye, hát mondjuk legyen egy szám, itt ez még ugye semmi különös, akkor legyen egy üzenetünk, legyen ez az üzenet, és írjuk ki. Ez
Szerintem más így hirtelen nem fog nekünk kelleni. Esetleg még csináljuk azt, hogy olvassunk be valamit a számba. És írjuk ki. Na. Jó. Ugye? Hát még egy új sort ne felejtsük el. Jó. Na most mi történik ilyenkor? Ugye, fordítsuk le, és látni fogjuk azt, hogy itt hát vannak gondok, ugye? Sok-sok hibánk van. Alapvetően mindegyik ugyanarról szól, hogy string nincs deklarálva ebbe a scope-ban, a cout nincs deklarálva ebbe a scope-ban, a message nincs deklarálva ebbe a scope-ba. Ezt kapjuk újra. Scene nincs deklarálva, illetve az endel nincs deklarálva. Hát miért van ez? Mert ugye a cout, a scene, meg a string az valamilyen másik névtérben van. Tehát nyilván itt most nem akarok belemenni feltétlenül abba, hogy hogyan is keresgetjük ezeket a neveket, majd ezt progedjen megbeszéljük, hanem legyen annyi elég, hogy itt nekünk meg kell mondanunk azt, hogy pontosan melyik névtérben van, pontosan melyik scope-ban van az, amit mi keresünk. És ebben az esetben a string a standard névtérben van, ugyanúgy, ahogy a cout is a standard névtérben van, a scene is, ugye a cout is, és ez az endel is, mind-mind a standard névtérben van. És ezt neki meg kell mondanunk. Jó, de azért próbáljuk ki, hogy működik-e. Na, és ugye így már működik, és simán itt kírja az üzenetet, beírunk egy számot, kírja a számot, jó? Tehát meg kell neki mondani, hogy melyik névtérben van. Ez nagyon fontos. Jó. Van egy shortcut a dologba. Most kitörölgetem a névtérjelzőket. Ugyanis meg tudjuk neki mondani, ezzel a úgynevezett using deklarációval, hogy melyik névteret használja, tehát melyik névtérbe keresse először ezeket a objektumokat, ugye a stringet, a cout-ot, a scene-t, tehát hogy ezeket a neveket hol keresse. És ezt így a using direktívával meg tudjuk mondani, és innentől kezdve megint remekül fog működni, minden rendben van. Jó. Egyébként eddig ezt azért nem kellett használni, és azért nem kellett kiírni ezt a std 2.2-ot, mert ez a using namespace std, ez benne van, így ahogy van, a kurzus headerbe, így minden program, amit mi írunk, amiben ez a kurzus headerbe van inkludolva, ez a standard névtérbe fogja keresgetni ezeket a neveket. Jó? Ugye első lépésben minden nevet abban a névtérbe keres, amiben, vagy hát abban a scope-ba keres pontosabban, amiben vagyunk, vagy amiben be vagyunk éppen ágyazva, majd utána keres ugye a standard névtérbe, vagy ahol mondjuk neki, de ebbe tényleg nem akarok belemenni, mert ez már progegyes anyag. Jó. Még egy dolog van, amit esetleg így lehet használni, bár ez már annyira nem feltétlenül szerencsés, de azért megmutatom, ez a using std string, ez annyit jelent, hogy ha azt mondom, hogy string, mondjuk itt, akkor az std stringre gondolok. Jó? Tehát ez csak így mond neki valamit, ebben az esetben akkor ezt nem kell használni, ha a stringet nézzük, nyilván a többinél akkor ki kell írni természetesen, de azért nézzük meg ezt is, hogy működik-e. Oké, működik, fordul, fut. Jó, tehát mint mondok, ezzel azt mondom, ezzel a using std stringgel, hogy hogyha amikor azt mondom, hogy string, akkor én a standard névtérbeli stringre gondolok. Ennyi. Jó. Azért erre figyeljünk oda, hogy ezeket ne használjuk túl. Alapvetően ez csak egy ilyen javaslat, ezt én nem is szoktam egyáltalán használni. Nem gond, ha benne van, de én nem nagyon vagyok rajongója. Illetve ez a using namespace is igazából én részemről leszokott szűkülni a standard névtérre. Tehát csak a standard névtér. Más névtereket nem nagyon szoktam így usingolni.
vagy hát ilyen using direktívával előre megmondani. Tehát ne legyen az, hogy egymás alatt van 10 ilyen using namespace, és akkor jó van az úgy, mert akkor már azért keveredhetnek a dolgok. Én tényleg így a standard névtérre szoktam ezt csak használni, nekem mindig a cout elé kiírogatni. Jó? Elfogadok mindent, ezt már most mondom, tehát én elfogadom azt is, hogy odaírjátok a using namespace std-t, azt is, hogyha nem írjátok oda, használjátok a kurzus headert, nekem az is jó, illetve az is jó, hogyha így kiírjátok teljesen minősítve, hogy standard névtérbeli cout. Nekem ez is jó, elfogadom mindent. Csak tényleg azért mutatom, hogy lássuk ezt, hogy ezek a névterek hogyan is működnek. És már is írunk rá egy példát is. Pontosabban egy pici módosítást fogunk az előző programhoz írni. Pillantsunk rá, hogy ennél a MyFind-os példánál mit tudunk tenni. Mentsük el egy új névem, és mondjuk tegyük be ezt a két függvényt egy-egy névtérbe. Mondjuk legyen egy unidem névtér. Jó, tehát ez a két függvény, ez a MyFind függvény, ez a unidev névtérbe legyen. Jó, nagyon fontos, figyeljünk oda, hogyha a prototípusokat betesszük a névtérbe, akkor az implementációt is be kell tenni a névtérbe. Oké, és itt kezdődik, és itt ér véget. Ezt itt jelezzük már, hogy end unidev namespace, csak hogy lássuk, hogy hol a vége. Oké, és akkor ugye innentől kezdve ez már nem igen fog működni, de azért próbáljuk ki. Mi is volt ez? Ez a func 1 volt, ugye? Hát lehet, hogy hónapig tekerhetek itt vissza. Itt is van. Ez legyen a 2, mert hogy ez a 2. Oké. Na és itt rögtön írja azt, hogy MyFind nincs deklarálva. És akkor itt már tesz egy javaslatot, hogy alternatíva az unidev névtérbeli MyFind függvény. Jó? Na most itt két lehetőségünk van. Lehet az, hogy azt mondjuk, hogy using namespace unidev. Jó, és akkor így már le is fordul, és ha minden igaz, akkor fog is futni. Így van. Hát az, hogy most mi az eredmény, az biztos jó. Jó, ez az egyik lehetőségünk. Ugye a másik lehetőségünk pedig az, hát esetleg megmondhatjuk, hogy using unidev mindfind. Így is ugye lefordul. Ez ugyanaz, mint a stringnél volt, hogy using std string. De ugye a harmadik, és szerintem ez a legjobb megoldás ebbe az esetbe, ha itt ideírjuk a minősítőt, tehát az unidebbeli mindfindra van szükségünk. Jó, és akkor ez itt szépen le is fut és működik. Na de ez azért annyira még nem izgalmas, hiszen egy névterünk van. Csináljunk egy másikat. És ez legyen mondjuk a BML namespace. Oké, és erről csináljunk egy másolatot, amint meg tegyünk be ugyancsak a BML namespace-be. Ezt akkor ugye a kommentet is javítsuk, akkor ne kavarodjunk össze. De azért itt ezt most jeleznünk kéne valahogyan, hogy melyik névtérbe vagyunk. Ugye itt a hintes függvényt fogjuk használni, akkor ide az elejére dobjunk már egy ilyet, ami kiírja nekünk, hogy ez a BML mindfind, nem, ez az unidev mindfind, jó, tehát erre figyeljünk, mert ez az unidebes, illetve csináljunk egy ugyanilyet, ugye a BML-s névtérbe. Jó. Na, ezt próbáljuk ki az unidebre. Oké.
Oké. Látjuk, hogy itt az UnidebMindFind-ot használjuk. És akkor most próbáljuk ki a BME-set. Itt meg most a BME-s MindFind-ot használjuk. Jó? Oké. És ami fontos, nyilván, hogyha nem tettük volna bele névtérbe, akkor névütközés lenne. Jó? Mert ugye ez a ennek a függvénynek a neve ugyanaz, mint ennek a függvénynek a neve. Jó? Ezzel oldjuk meg azt, hogy ne legyen névütközés. Tehát mi itt írunk egy MindFind függvényt, meg a BME-n ír valaki egy MindFind függvényt, és mi szeretnénk használni valamiért, valami részét, akkor így tudjuk megoldani azt, hogy ne legyen névütközés. És ezt bizony használjuk is. Elég aktívan és sűrűn. Ennyi lett volna mára. Ahogy lenni szokott, én köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket.